Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez történt ma, adása június 7-én, híreink röviden. Karsai Dánieltől Medgyessy Péteren keresztül az ATV tulajdonosáig mindenkibe beleszállt egyetlen műsoron belül Magyar Péter. Schiffer András szerint Vitézi Dávid kitűnő főpolgármestere lesz hétfőtől Budapestnek. Joe Biden Párizsban bocsánatot kért Zelenszky elnöktől, hogy ilyen sokáig elhúzódott az ukrajnai 61 milliárd dollár kifizetése, és megígérte, hogy az Egyesült Államok nem száll ki a háborúból. 120 ezer dollárért kelt el Elvis Presley bibliája, amelyben személyes jegyzetei is benne vannak. Németh Sándor szerint a látható mögött ott a láthatatlan világ, a hatalom centruma korunkban megváltozott, közelebb jött a természet feletti. És nézzük akkor híreinket részletesebben. A nap legfontosabb híre Szent Királyi Alexandra visszalépése volt, ennek következményeit, a várható hatásokat nagyon sokan elemezték ma, ezeket a hetek percről percre hírfolyamában olvashatják. A fordulatokban bővölködő mai nap kétségkívül mélypontja pedig Magyar Péter ATV szereplése volt, ahol a Fideszből csupán néhány hónapja kilépett volt bankvezető Karsai Dánieltől Medgyessy Péteren keresztül, az ATV tulajdonosáig mindenkibe beleszállt. Ezúton is szeretnénk kifejezni támogatásunkat a műsorvezető Szőlősi Györgyinek, aki példás higgadsággal és szakmai pontossággal kezelte Magyar Péter valótlanságoktól hemzsegő vádaskodásait. Ez utóbbira csupán egyetlen példa. Magyar azt állította, hogy az ATV másfél hónapja nem hívta meg. A valóság ezzel szemben az, hogy a mai szereplés előtt egy héttel ugyanígy az Egyenes Beszéd vendége volt, előtte pedig egy héttel korábban a Heti Naplónak adott 40 perces interjút és a nézők kérdéseire is válaszolhatott. Emellett összesen 6 élőadásban szerepelt a kampányidőszak alatt, továbbá a híradó napi szinten beszámolt Magyar Péter országjárásáról, és az ATV.hu is szemlézte az összes interjúját, amit a csatornának adott. Ha pedig meghívásról van szó, éppen Magyar Péter volt az, aki az EP listavezetők és fővárosi listavezetők vitájára nem fogadta el a televízió meghívását, és nem is reagált a megkeresésekre. Nem tudjuk eldönteni, hogy a pártvezető mentális képességei süllyedtek a kampány végére Joe Bideni mélységekbe, és ezért nem emlékszik arra, hogy hol járt többször is az elmúlt napokban, vagy szándékosan akar hazug hangulatot kelteni egy olyan médiummal szemben, ahol nem csak az ő kezében van mikrofon, hanem kérdeznének is tőle. Mindkét lehetőség dermesztő egy olyan jelöltől, aki vágyai és víziója szerint 2026-tól egymaga vezetné Magyarországot. Az ATV-s interjú részletes ismertetője pedig az ATV.hu-n olvasható. Ennél sokkal érdemibb volt az az interjú, amit Schiffer Andrással készítettünk, aki egyértelmű támogatásáról biztosította Vitézi Dávidot a főpolgármesteri választáson. A volt országgyűlési képviselő bírálta a kampányt, de szerinte a főváros jobban jár a változással. Szent Királyi Alexandra visszaléptetésének körülményeit méltatlannak tartja Schiffer András, szerinte a Fidesz méltatlan játékot űzött vele, a fáradtságot sem vette, hogy azt elmondja, hogy milyen Budapestet akar, és valójában Karácsony Gergely sem szembesítette a Fidesz a teljesítmény nélküliségével, mint a heteknek adott podcast interjúban Schiffer András, aki kifejezte fenntartásait azzal kapcsolatban is, hogy az LNP elnöke Ungár Péter a Vitézi kampány finanszírozásához felhasználta a személyes vagyonát is, amelyben szerinte szerepe lehet a NER-es ingatlan befektetői lobbinak is. Mindezzel együtt, mint mondta, úgy ismeri Vitézi Dávidot, mint aki független ezektől az esetleges háttéralkuktól. Megy előre a maga útján, ebből volt konfliktus a Tarlós Istvánnal és Lázár Jánossal és másokkal is. Vitézi Dávidnak élete Budapest és a várospolitika, gyerekkora óta erre készül. Ma még olyan vezetője van Budapestnek, akit a globális progresszív politika kiszolgálása érdekel elsősorban, ennek ma is tanújelét adta. És van egy jelölt, akiről pontosan tudom a 2000-es évek óta, hogy hatalmas víziókkal rendelkezik erről, hogy hová kellene Budapestet fejleszteni, tette hozzá Schiffer András. A volt országgyűlési képviselő szerint ezért Vitézi Dávid személyében egy kitűnő, a város politikáért élő haló zöld főpolgármestere lesz hétfőtől Budapestnek,
és az a legfontosabb, hogy legyen végre gazdája Budapestnek. Schiffer nem tart attól, hogy Szent Királyi visszalépése elriasztaná az eddigi támogatóit, mert, mint mondta, köztudott hosszú-hosszú évek óta, hogy távoli rokonságban áll a miniszterelnökkel, és ehhez képest nem tudni, hogy ez a mostani történet mit koptatna tovább rajta. Vitézi Dávid, amikor az Orbán kormányban szolgált, akkor sem parancsokat teljesített. Nem véletlen, hogy távozott is a kormányból. Amennyire nem lehet meglepetés senki számára az sem, hogy neki milyen kapcsolatai vannak a Fidesszel, vagy személyesen Orbán Viktor miniszterelnökkel, ugyanígy nem férhet kétség ahhoz sem, hogy Vitézi Dávid számára az elvek és a saját város politikai álmai mindig is előbbre valók voltak, mint bármiféle párthűség, főként az üzleti lobbik, mondta Schiffer András, aki bízik abban, hogy Vitézi kiváló vezetője lesz a városnak. Azzal kapcsolatban pedig, hogy Karácsony Gergely szerint most minden kormánykritikus budapesti választónak mögötte kell felsorakoznia, Schiffer azt mondta, hogy a főpolgármesternek inkább az elmúlt 4,5 évvel és azzal kellene elszámolnia, hogy mi történt a választási ígéreteivel. Arra a kérdésre, hogy miután a Tisza párt nem indított jelöltet a főpolgármesteri posztért, kire fognak majd szavazni Magyar Péter támogatói, Schiffer András szerint ezt nem befolyásolja Karácsony Gergely úgymond orbánozása. Azok, akik Magyar Péterre szavaznak, vélhetően Vitézi Dávidra is szavazni fognak, hiszen Vitézi Dávid pontosan annyira volt fideszes, mint amennyire Magyar Péter. Sőt, vele ellentétben Vitézi soha nem volt tagja a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, mondta a volt politikus. Joe Biden, amerikai elnök Párizsban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, valamint Emmanuel Macron francia államfővel. A találkozóra a normandiai partraszállás a D-nap 80. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség után került sor. Az eseményen Biden párhuzamot vont az Európa náci uralom aluli felszabadításáért folytatott normandiai ütközet és Ukrajna jelenlegi Oroszország elleni harca között. És itt jön képbe az ukrajnai háború és Zelenszky, aki maga is részt vett a ceremónián. Biden a megbeszélésen várhatóan egy 225 millió dolláros fegyverszállítmányt fog bejelenteni. Az amerikai tisztviselők nyilatkozatain alapuló hírt némiképpen árnyalja az, hogy Macron már korábban bejelentette, Franciaország Mirage 2005 típusú vadászrepülőket szállít Ukrajnának, hogy támogassa az Oroszország elleni háborúban. Erről Macron csütörtök este beszélt. Pénteken jelentjük be a Mirage 2005-ös átadását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök franciaországi látogatása alkalmából, mondta az államfő a két legnézettebb országos tévécsatornának adott élő interjúban. Emmanuel Macron a partraszállás évfordulója alkalmából 25 állam és kormányfő részvételével csütörtökön tartott megemlékezés színhelyéről nyilatkozott. Összesen 23 licit futott be az amerikai pop ikon bibliájára, amely a World Edition néven ismert angol nyelvű fordítást tartalmazza. A kiadványt Elvis Presley unokatestvére Patsy Presley kézzel írt levelével együtt árverezték el. Az írásból kiderül, hogy nem sokkal Elvis halála után Vernon nagybátyám, vagyis Elvis apja, és én felmentünk Elvis hálószobájába Gracelandben, hogy elrendezzük, illetve becsomagoljuk a személyes holmiainak jó részét. Ez a Szent Biblia egyike volt annak a három tárgynak, ami mindig is Elvis éjjeli szekrényén volt. Miután becsomagoltam őket, Vernon bácsival hazavittük, hogy biztonságban megőrizzük, és végül nekem adta őket. Az aukciós ház tájékoztatása szerint a Rakendról királyának bibliája nagyjából 30 ezer dolláros licitről indult, amelyről korábbi cikkünkben írtunk, aztán a múlt hétvégén egy névtelen magánszemélytől 120 ezer dolláros végső ajánlat futott be. Mint írták, a biblia borítójának jobb alsó részén arany dombornyomással szerepel az Elvis Aaron Presley név, a kiadvány másik különlegessége pedig, hogy abban Elvis bejelölte a számára fontos szövegrészeket, így például ezeket a Jób könyvének a 31. fejezetéből, amely így szól: ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak én bizodalmam, ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem, ha néztem a napot, amikor fényesen ragyogott, és a holdat, amikor méltósággal haladt, vagy pedig a Teremtés könyvének az első fejezetéből, amely így szól: és látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap.
valamint Ézsaiás próféta könyvének a 29. részéből a következő sorokat, és nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vigadnak Izrael szentjében. A világ eseményei felett egy természet feletti valóság gyakorol uralmat a Biblia szerint, mondta Németh Sándor a Hit Rádiónak adott interjúban. A Hit gyülekezete vezető lelkésze elmondta, hogy több mint 40 éve tanulmányozza a Szentírást ebből a szempontból is, az olyan bibliai történetekből, amelyekben a mennyei tanács döntéseiről lehet olvasni, arra a következtetésre jutott, hogy Isten döntései ma is befolyásolják a világ eseményeit. Mindig a láthatatlan határozza meg a láthatót, mondta Németh, aki szerint a földi eseményekre a mennyei döntések mellett az Istennel ellenséges viszonyban álló valóság és hatással van, a földi emberi természetes erőfeszítések mellett, de korszakonként változik ezeknek az aránya. Vannak olyan idők, amikor az emberi szándékok és képességek dominálnak, ma azonban kezd eltolódni a súlypont a láthatatlan szféra felé. Ennek következtében voltak a történelemben olyan vezetők, akik akár a személyes életvitelüktől függetlenül is elősegítették Isten akaratának a megvalósulását, példa erre Kürosz perzsa király, vagy akár a makedón nagy Sándor, akik jó akarattal voltak a zsidóság hazája és a jeruzsálemi szentély felé. Aktuális kérdésekkel kapcsolatban Németh Sándor elmondta, hogy a demokratikus választási versenyben mindenkinek joga van elmondania a véleményét, és ahhoz is, hogy tisztességes módon igyekezzen meggyőzni másokat is. A probléma a szándékosan megtévesztő hazug propagandával van, amellyel szemben szükséges a tényekkel cáfolatot megfogalmazni. A Biblia mindig eseményeket helyez az előtérbe, nem időpontokat, válaszolta a vezető lelkész arra a kérdésre, hogy lehetséges-e a Bibliából kideríteni a jelenlegi világkorszak végét. Németh Sándor úgy véli, hogy a 19. században történt egy olyan fordulat, amelyből következtek a 20. század világháborúi és a jelenkorunk konfliktusaira is hat ez a kényszerpálya, amelyen az emberiség már közel 200 éve halad. A folyamatok súlypontja az elmúlt évtizedekben Európáról a tengeren túlra helyeződött át, és ennek a globális nyugatnak is nevezett struktúra igyekszik felszámolni a nemzeti jogköröket, az államok szuverenitását. Az egyház felelősség az evangélium hirdetése és az egyéni üdvösség munkálása mellett az is, hogy a világban zajló a törvénytelenséget erősítő törekvésekkel szemben álljon. Ezt csak akkor tudja az egyház megvalósítani, ha az individuális célok mellett a közösség érdekét is szolgálják, a mi atyánk imájában is Isten céljai megelőzik a személyes célokat, mondta Németh Sándor. Amint egy 100 perces interjúban szó esett emellett többek között az okkultizmus új formáiról, amelyek tömegekre vannak hatással, és a mesterséges intelligencia hatásáról, valamint a hétvégi választások tétjéről is. Ez volt tehát az Ez történt ma, mai adása. Morvai Péter szerkesztőt hallották. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és várjuk Önöket vasárnap este is választási műsorunkkal 17 órától, amikor kinyitjuk a szerkesztőségünknek virtuális módon az ajtaját, hogy Önökkel együtt kövessük ennek a nagyon változatos és fordulatos választási kampánynak a végét és az eredményeknek a megérkezését. Várjuk Önöket tehát vasárnap este 17 órától a Hetek podcast csatornáján. Addig is szép estét kívánok, és szép hétvégét a viszonthallásra.